hogy a gazdája által elképzelt irányban és módon mozgassa az állatokat. Nagyon-nagyon finoman kell végrehajtani a minden utasítást, hiszen természetesen a terelendő állatoknak a testi épsége a legfontosabb, soha nem érhet hozzájuk. Azt vizette a feladata, hogy a gazdi által megjelölt feladatokat, irányokat hajtassa végre a libákkal. Kapuknak a mételét lát meg a kossóra, úgynevezett állatotás gyakorlat, amikor a kutya azon igyekszik, hogy a gazdája által mutatott irányba a gazdát követre vezesse végig az állatokat. Ez a viszonylag könnyebb feladat, hiszen csak követni kell a gazdát, és rá kell bírni a madarakat, hogy a gazdi által vezetett nyugvonalon haladjanak ők is végig. A következő ilyen elhozás gyakorlat, amikor azt imitáljuk, hogy az első elkezdeni, hogy körülbelül akár egy kilométerre vannak kint a mezőn állatok, és a kutyának úgy kell őket megközelítenie, úgy kell mögé kerülnie, hogy az első lépést azt a gazdájuk felé tegyék meg, és így vissza kell őket hozni a gazdához. Kis segítség kell. Igen, most megnyugodt a bújra, összeállt, hiszen Balkánban élő állatokról van szó, akkor érzik magukat biztosan, hogyha egy így vannak. Azonnal engedelmeskedjen.